Kraus Péter egy igazi óragyűjtő, legalább 700 időmérője van otthon. Gyermekkora óta érdeklődik a mechanikus szerkezetek iránt, 10 éves volt, amikor az első óráját szétszette. Ugyanakkor az összeszerelés még nem igazán ment neki, ám az évek alatt annak a tudományát is elsajátította. Ahogy teltek az évek, tovább lépett, szakmát tanult, tanár lett belőle, az órák iránti szenvedélye pedig háttérbe szorult. Nyugdíjba vonulása után kezdett újra foglalkozni velük. Nemrégiben nyílt egy kiállítás a Dombováron a helytörténeti gyűjteményben, ahol stábunknak külön tárlatvezetést tartott. Az első tárlóban betekintést látunk egy kicsit az órák belsejébe. Például az első blokkban azt látjuk, hogy egy kisebb és egy négyszer akkora tokban ugyanaz az óra szerkezet működik, csak a kiegészítő részek, a csengő harangnak az ütője, a lábak, a számlap és maga az óraházmás. A következő részben számlapokat látunk, részben felvágatlanul, ahogy a kinyomtatták a nyomdában, részben pedig már előkészítve beépítésre. Itt különlegesek az Omikron márka felirattal ellátott számlapok, ezek az óragyárnak a termékeibe voltak beépítve. Sajnos a gyűjteményemben nincs olyan óra, amiben ez a kétfajta számlap lenne beépítve, remélem, hogy hozzájutok majd egyszer azokhoz is. Aztán a következő részben két szerkezetet látunk, egy sűrű fogazású szerkezetet, itt látszik, hogy eltér a mutató alatti résznél a kialakításuk, hát részletesebben így nem lehet megmutatni. A lényeg az, hogy a sűrű fogazású szerkezettel indult az óragyártás a Danovia gyárban és a MOM gyárban is, és utána a ritka fogazású szerkezeteket már csak a MOM-ban gyártották. Láthatunk egy Digitor márka nevű órát, ahol ugyanaz a szerkezet, de számukkal jeleníti meg az időt. Az órát, a perceket, illetve az ébresztő beállítást a piros számsorral. Fölötte fali óráknak, illetve kandallóráknak a szerkezetét látjuk. Az első a MOM rövidingás szerkezete, utána következik egy fejlettebb, egy betétjáratos óraszerkezet, illetve egy nagyon komoly, precíz óraszerkezet, az óragyár betétjáratos óraszerkezete. Ezt a két betétjáratot itt a nagyító alatt jobban is megfigyelhetjük. Látszik, hogy mind a kettő precíz kialakítású, de az óragyári azért még pontosabb, még kiválóbb. Egy számlapgyűrűt is látunk a tárlóban. Az az érdekessége, hogy az óragyár kandalló és fali óráin, illetve a MOM kandalló óráján is ugyanez a felépítésű számlap van. Még egy érdekesség, amit ritkán látni, egy óragyári elektromos óra szerkezete a hátlap nélkül, és még az eredeti dugójával. Aztán itt az óra szerkezeti listája, illetve a szerkezeti elemek képe látható. Vályi Huba kiváló óraszakértő és az órásoktatás egyik kiválósága, művéből való ez a két lap. És ha tovább lépünk az első tárolóhoz, akkor elérkezünk a Danovia gyár termékeihez. Itt ki kell emelni ezt a két felső órát, ugyanis az Art Deco-nak én úgy gondolom, hogy világszínvonalú megjelenítése ez a két felépítés. Érdekességük, hogy ébresztő szerkezet nélkül készültek. Alatta szintén a gyár 1945-49 között látott termékei vannak. Ami még kiemelkedik a többi közül, ez az 5 mm-es acél labba illesztett óraszerkezet, metszett üveggel és egy szintén nagyon szép Art Deco számlappal. Az első fekvő tárlóban szintén Danovia órákat látunk, itt már egy kicsit másokat is fel tudunk fedezni, például sakkórát, és a reklámban látható 1947-es szakújságból látható bébi ébresztőórák,
ez a három az. Kettő felújítva, kicsinosítva, mert nagyon rossz volt az állapotuk. A harmadik eredeti állapotában, hogy lássuk, hogy 70 év után egy óra hogyan alakul ki. És ezek az órák valamennyien a 70 évet elérték már ebben a tárolóban. Ha tovább lépünk, akkor egy újabb gyárhoz, az óragyárhoz érkezünk. Az óragyár a II. Világháború előtt elektromos órákat készített csak, illetve toronyórákat is készítettek. Ebben a tárlóban néhány nagyon szép Art Deco jellegű óráját látjuk, ami érdekessége, hogy kettő mechanikus órájában a Danuvia mechanikus szerkezete van, az elektromos órában saját szerkezet ketyeg. A tárlónak egy érdekessége, aminek a származása bizonytalan, ez a világóra. Nem tudjuk, hogy a Danuviában, a MOM-ban vagy az óragyárban készült, de az, hogy magyar gyártmány egyértelműen mutatja, hogy Budapest felirat, tehát a Bagdad és a többi városnév mellett Budapest felirat is van rajta, illetve a parlament jelzi a parlament képe, ami gyakorlatilag a felhúzója az óra tetején. Az óragyárban tovább menve a legalsó polcon egy nagyon kisméretű bélyegzőórát látunk. Ez a hivatalokban, üzemekben a belépés-kilépés időpontját a belépőkártyán regisztrálta, és ez alapján történt a hónap végén a bérelszámolás. Itt látunk egy nagyméretű bélyegzőórát is, Damoga felirattal. Ez azt jelenti, hogy a Danuvia, a MOM és a Gamma gyárak közös terméke volt. Mellette egy iskolai fali órát látunk az 1960-as évekből. Pont 1960-ból, mert rá van írva a gyártás időpontja. És látunk egy másik működő szerkezetet is. A vitrínben láttuk ennek az óragyári órának a szerkezetét, itt pedig egy szépen működő és pontosan működő szerkezetet látunk. A kiállítás megnyitója előtti napon áram alá helyeztük, és azóta ez pontosan mutatja az időt. Elérkezünk az óragyár kandalló óráihoz. Itt érdemes egy pillantást vetni egy 1955-ös katalógusra. Nagyon szép szerkezetek, nagyon pontos szép szerkezetek vannak benne, nagyon szép kialakítások, például ezt az órát láthatjuk is itt a kiállításon, és talán még ezt is. Amire felhívnám a figyelmet, 1955-ben vagyunk. Az egyiknek az ára 1300 forint volt, másiké is 1100 forint, 1500 forint, 1300 forint. Ez abban az időben egy szakmunkásnak másfél-két havi bére volt. Tehát ezek abban az időben nagyon drága órák voltak. És megköszönhető az, hogy ennyire drágák voltak? Az a helyzet, hogy ezeket nem igazán magánszemélyeknek, hanem klubokba, hivatalokba, tehát inkább reprezentatív megjelenésű helyekre szánták. Magánszemélyek közül lehet, hogy olyan hivatalnokok, akik tényleg felső kategóriában dolgoztak, vagy gyárvezetők, ilyenek meg tudták venni, akiknek a jövedelme más volt, mint egy egyszerű szakmunkás vagy segédmunkás jövedelme, de ezek azért a kiemelkedő jövedelműek részére készültek. És hát itt látjuk ezeket az órákat. Van köztük természetesen szerényebb kialakítás is, de például itt van, amit a katalógusban is láttunk, egy nagyon szép, elegáns óra, és szintén nagyon szépeket látunk. Vannak egyszerűbbek. Például itt ez a kandallóra önmagában valóban nagyon szép, de azért a Biedermeier, meg egyéb stílushoz képest már más. Egy Art Deco jellegű dolog. És elérkezünk azokhoz a 60-as évekbeli óratokokhoz, vagy óradobozokhoz, itt látjuk őket, amik emlékeznek rá talán idősebbek, az esztergált lábú kagylófotelek, meg dohányzóasztalok stílusa, de ez az 1960-as évek elején készült órák. A fali órákból
tulajdonképpen három részt tudunk megkülönböztetni, a lakásba, hivatalba, illetve olyan közösségi óráknak a vezérlő óráját, ami több órát, egy óra hálózatot vezérelt. Bal oldalon ezek a színes órák leginkább konyhákba illettek annak idején is. Legfelül egy üzembe vagy hivatalba elképzelhető fali óra látható, a mérete alapján is, de ez is egy nagyon kiváló pontos szerkezet volt. Aztán a két fornérlemezbe épített óra, illetve a két kerekfali óra már nyilván inkább a szobába illeszkedett, és ott fönt egy óragyári szinkronóra, ez egy vezérlő óra volt, ami egy órahálózatot tudott vezérelni. Vasútállomáson vagy olyan közösségi helyen, ahol sok óra volt különböző helyen elhelyezve. És itt szintén látunk egy órát, ami a katalógusban is szerepelt, illetve két szép megjelenésű, Art Deco stílusú kandallóórát. Aztán, ha tovább lépünk, elérünk a harmadik gyártóhoz, a MOM-hoz, a Magyar Optikai Művekhez. A Magyar Optikai Műveknek egy kandallóóráját látunk, ami valóban kandallóóra jellegű, bár még eltérőt fogunk, aminek a szerkezetét láttuk is az első tárolóban, és amire ott is felhívtam a figyelmet, a számlap gyűrű ugyanaz, mint az óragyári órákon. És itt az első falon látunk néhány nagyon szép, vagy meglehetősen gicses órabeépítést, palacsinta sütőbe, ilyen régi tükrösbe, vagy ilyen karóra imitációba, vagy valamilyen népi mintákkal hímzett, vagy festett gicses nagy kulcsba. Ezek inkább érdekességek, de ez is hozzátartozott nyilván a gyártónak a kollekciójához. A következő tárlóban a mindennapok óráit látjuk, a fakeretes órákat. Ezekről el kell mondjam, hogy a gyűjteményben van legalább 100 egymástól megkülönböztethető példány. Itt néhányat sikerült csak beilleszteni a kiállításba. Ezek egy része egy gyengébb politúrral, vagy egy vastag lakkal, vagy festéssel voltak a fák kezelve. Itt pedig éppen, hogy csak néhány ébresztő órát sikerült még betenni ebbe a tárolóba. De ezek a 70-es évekből valók nagyjából. Ha tovább lépünk, akkor eljutunk a MOM óragyártásának az első éveihez, ami szintén az 1940-es évek közepén, 45 végén kezdődött, 1945 végén. Hát ezt az órát, ha megnézzük, akkor egy kicsit visszaköszön ez a fajta keret, illetve maga az óra tok is a Danuvia első óráira, nem véletlenül, ugyanis nyilván valami módon kapcsolódott a két óragyárnak a gyártása. Aztán a többi is szerényebb vagy szebb megjelenési tokban van. Érdekes lehet megmutatni az első polcon a jobb hátsó órát, ott van az eredeti állapotnak a fotója mögötte, és abból lehetett ezt a szépséget kihozni. Akkor, amikor én egy órát meglátok, vagy egy roncsot meglátok, nem azt látom benne, hogy milyen adott állapotban, hanem azt, hogy mivé tehető. Hát itt meg tudom mutatni, hogy mivé tehető egy óraroncs, vagy egy nagyon elhanyagolt, akár több évtizedig a padláson ázott, hányódott óra, és egy szépen az eredetin megmutatva egy óra. A MOM-nak is ugye itt van a sakkórája, nagyon érdekes a legalsó polcon lévő rádiós óra, rádióba épített MOM óra, ami ugye ma már másképp működnek a dolgok, de akkor úgy működött, hogy amire az ébresztőt beállították, akkor bekapcsolta a rádiókészüléket. A felső polcon érdekes dolgokat látunk, ugyanis azonos tokozással, azonos kerettel látunk MOM, illetve Junghans feliratú órákat. Kivéve a középsőt, mert abból MOM-os nem sikerült találni. Most ezeknek
Az a magyarázata, és ezt szintén Vályi Hubától tudom, hogy a MOM gyár készített, tehát a MOM órákra készített, belepréselt Junghans jelet, illetve a számlapra is rányomtatta. Most például, hogy tudjuk, hogy magyar. Ennek a műanyagházas órának a talpába ott van a felirat, Vadolit, Rákospalota. Tehát egyértelmű, hogy Magyarországon készült. A szerkezet MOM óra szerkezet, tehát ezt is láthatjuk. És itt a két órának a szerkezetét megbontva olyan apró műszaki részek egyezése van, amit két gyár azonos módon nem tud csinálni. A tárlatvezetés közben is látszott, mennyire átadja magát hobbiának, nagy szenvedéllyel mesélt nekünk a gyűjteményéről. A következő tárolóban tovább lépünk már a 40-es éveknél, 1950-es, 60-as évekhez jutunk. Hát itt is van egy gyönyörű Art Deco óra, azt hiszem, hogy ez bármelyik, a világpiac bármelyik szegmensében megállná a helyét egy 60 éves óraként. Ez az üvegszámlap óra, aminek a kialakítása, a felépítése rendkívül módon elegáns. Az éjjeli lámpás óra, aminek kalapja van, 1955-ben készült, a felirata mofém. Ugyanis a mosonmagyaróvári fém tömegcikk gyár készítette a legnagyobb részét, az a MOM gyakorlatilag az óra szerkezetet készítette csak bele, illetve egy metszett üveg van benne, és ez is nyilvánvalóan a MOM-ból származik, ugyanis a MOM-ban az üveg megmunkálás az nagyon magas szinten folyt. Vélhetőleg a háznak a többi részét, a talpat, az elektromos felépítményt a mosonmagyaróvári gyárban készítették, ugyanis ők abban nagyon jók voltak. Nem tudni, hogy a másik szintén lámpás óra, az maga a keret, illetve a lámparész hol készült, elképzelhető, hogy az is Mosonmagyaróváron. Az beleillesztett óra, a klasszikus MOM óra, az 1950-es évektől gyártották ezt a formát. Az alatta lévő polcon két kandalló jellegű órát látunk, de kifejezetten ébresztő óra szerkezet beépítésével. A maguk módján meglehetősen elegánsak, szépek, csinosak. Ritkának mondhatok, mert nem nagyon lehet ilyet találni, sem vizsgálásáron, sem interneten. Tehát amikor ilyen befut, akkor az ember rászánja, még ha többet is kérnek érte, mint egy-egy más óráért. A legalsó polcon pedig naptáros órák vannak. A két fémborítású a naptár részét a két oldalon lévő csavarokkal lehet beállítani. A hátul műanyag borítású óra vagy számlap melletti résznél pedig egy kis mágnes gyűrűt kell odébb tenni, hogy az adott naptárt az ember láthassa. Egy kicsit nézzünk fel a falra, mert a MOM-nak is voltak fali órái. Kétféle szerkezettel, rövid ingás szerkezettel, illetve betétjáratos szerkezettel, a szerkezeteket ott láttuk. Ez az első négy óra, ahhoz tartozik. A következőkben ébresztő óra szerkezetek vannak beépítve, ezek leginkább ajándéktárgynak, turistáknak, külföldieknek készültek. Ugye itt az egyiken a Mátyás templom, a parlament, a halászbástya, a hősök tere látható, még a felirat is ott van alattuk. A fölötte lévőn az állatöv jegyei láthatók. Aztán vannak ilyen modernebb jellegű, bőrdíszműves, vagy ilyen talán nonfigurális dolgok, vagy ha nem is nonfigurális, én nem tudom a figuráját kivenni. És két népművészeti jellegű, az egyik egy ilyen bronz préselt lemez, a másik pedig én úgy gondolom, hogy valóban népművészeti szintű, ugyanis az egy fa faragvány, az az óra keret ott fent. És ha a következő tárolóhoz eljövünk, akkor ismét érdekességekkel találkozunk. A hátsó két kis fadobozban a magyar néphadsereg számára
készített órák voltak, és ezek a kis fa dobozok arra szolgáltak, hogyha parancsnoki állás ugye gépjárműben volt, azok mozogtak, akkor ezek az órák ne ütődhessenek, ne menjenek tönkre. A mellette lévő óra azért érdekes, mert ilyen eredeti csomagolású óra, ami külföldre készült, de itthon maradt szerencsére, és sikerült hozzájutnom, nagyon ritkán fedezhető fel, nagyon ritkán található. Az óra a MOM-nak, a Magyar Optikai Műveknek, amikor Dunajvárosban gyártották már ezeket az órákat az 1970-es évektől, voltak olyan évei, amikor csak külföldre szállított, csak exportra készítették az órákat, és ezek milliós nagyságrendben voltak. Tehát nem csak 3 vagy 600 ezer, hanem több mint 1 millió akár. Aztán látunk még egy nagyon érdekes kis órát, Eurovita felirattal. Az óragyár vezetőjének a tájékoztatása szerint ez azért készült, hogy Angliában, céllövöldékben jutalomként ezek voltak az órák. Ez a MOM legkisebb tokozású órája, ébresztő szerkezet nélkül. Az, hogy az óra ébresztő szerkezet nélkül, arról beszélek majd, ritka dolog. De nyilván egy ekkora tokban nem is fért volna bele az ébresztő szerkezet. Ez egy különlegessége a gyűjteménynek. A következő polcon lehet, hogy reklámórákat látunk. A jobb oldali a MOM-ban készült, vélhetőleg a 80-as években, az ott maradó szerkezetekből a tanulókkal készítettek ilyen óraházat, és abba építették be az ott maradt óra szerkezeteket. És a vezetőség a vendégeknek ilyenekkel tudott kedveskedni, ajándékba adni. Tehát ez azért annyira nem protokoll ajándék volt, de ilyen szerényebb ajándék volt. A másik két órabeépítés azért érdekes, mert a debreceni gördülőcsapágy gyár óráiba, vagy csapágyaiba van beépítve. Elgondolásom szerint a gyár kérte a MOM-tól, hogy építsen ezekbe a csapágyakba óraszerkezetet, és ez ellenben már reprezentatív ajándéknak számíthatott. A nagyobbik csapágy az olyan 2-3 kiló, a kisebbik olyan 1,5 kiló, tehát ezek súlyos dolgok, de mondjuk egy csapágy partner íróasztalán ez nagyon jól mutathatott annak idején. A szemnek szinte már felfoghatatlan annyi óra van a helytörténeti gyűjtemény kiállító termében. Koroknak, márkáknak és színeknek megfelelően került elrendezésre. Itt is több érdekességet látunk. Egyrészt figyelmet fölhívnám a digital órákra. Digital órákra a szerkezetét, illetve a részegységeit láttuk már az első tárolóban. Ezeknek az az érdekessége így együtt, hogy ez a 6 szín kevés gyűjteményben van meg így együtt. Mégpedig azért, mert a zöld például meglehetősen ritka. Leginkább a pirosat és a kéket lehet megtalálni, esetleg még a drapszínűt a különböző fellelhetőségi helyeken, zsibvásárakon itt-ott-amott. Aztán van még jó néhány műanyagházas óra. Ez például üveg hatásúak, mintha metszett üvegek lennének. Nagyon sokféle szín, itt a színeknek egy része van csak meg. És itt is vannak ritkaságok. Például ez a Star Fantázia nevű óra. Meglehetősen kevés helyen látni. Lehet, hogy azért, mert keveset gyártottak belőle, lehet, hogy azért, mert kevéssé voltak állékonyak és tönkrementek. Szintén egy érdekes Dunajváros címerével ellátott óra. Ugye ez a Kohász szobor, illetve a Vörös Csillag annak idején a város szobra volt. De azért vannak itt nagyon elegáns, szép Art Deco jellegű óraszámlapok is, például ez a Vénusz óra kifejezetten tetszetős. Még ami különlegesség, a gyerekórák. Ezekben mindegyikben mozog valami, az elefánt feje, a színforgónak a színei, a kutyának a nyelve billeg, és hát például itt is vannak még visszagyűjtő számára feladatok, ugyanis létezik olyan, ahol a rögbilabda forog a játékosok között, létezik olyan, ahol a boxoló éppen ütésre készül vagy üt, tehát még az én gyűjteményemben sincs meg minden darab.
Másik 4 óra közül 2 emelnék ki. Egyszer ezt a Carmen nevűt, ezzel a fekete számlappal, arany számokkal, én úgy gondolom, hogy nagyon elegáns, nagyon szép. A másik pedig ez a naptáros óra, ami annyiban valóban naptáros, hogy az óra szerkezet mozgatja a naptárt, tehát minden második 12 órakor, vagyis 24 óránként a szám átugrik a következő dátum számra. Ha tovább lépünk, akkor 2 apró műanyaghengert látunk, az egyikben óraroncsokat. Hát a gyűjtő miért tartja meg az óraroncsokat? Mert vannak olyan apró részei, részelemei, amik a felújításhoz használhatók lesznek. A másik pedig javítható óraszerkezeteket mutat, hát itt pedig olyanok vannak, amik nagyjából komplettek, de nincsenek tisztítva, nincsenek felújítva, ellenben érdemesek a felújításra. Mert a számlapjuk, a tokjuk, tehát valami részük olyan, amit érdemes utána megmutatni. Látunk itt még egy érdekességet, az egyetlen külföldi órát a kiállításon. Ezt valaki hozta nekem az igazgató úr szerint, Virányi Ferenc Dombovár órás és ékszerüzlete. Ő az 1900-as évek órása volt. Ez vélhetőleg látom is rajta a jelet, egy Junghans óra. Akkoriban az órások megrendeltek 100-200 darabot a gyártótól, és ennek fejében a gyártó rá nyomtatta az órásnak a feliratát. Tehát ez ennyiből tartozik Magyarországra és Dombovárra, hogy egy itteni órásnak a régi órája. A falon itt látunk olyan órákat, amik vannak, de nem sokat tudunk róla. Ugyanis Ganz felirattal van mindegyik, a 2 alsó jobb oldalon, bal oldalon mechanikus óra szerkezet, egyiknek a felhúzója a számlapon van, a másiknak hátul van. Nagyon szépen, korrekten működnek, azért nem 10 óra 10 percen állnak, mert most, hogy már lejártak egyébként, de most, hogy ráállítottam őket a 10 óra 10 percre, azóta még elmentek fél órát. Tehát még tovább mentek, mert a finom szerkezet attól a kis mozdítástól is tovább járt. A felső 2 nagyon érdekes, ugyanis azok kvarcórák. És a kvarc szerkezet is a Ganz gyártmánya, ugyanis szétbontva a panelen is rajt van a Ganz felirat. Az irodalomban nem lehet róla találni semmit, nem igazán tudhatunk róla semmit. Itt pedig középen egy Ganz árammérőgyár gödöllő feliratú iskolai csengetőórát látunk, aminek az érdekessége, hogy egy kis elektromos motor felhúzza a rugót, és utána gyakorlatilag a rugó hajtja meg az óra szerkezetet. Ez már a 70-es, 80-as éveknek a terméke. Tehát órák, amik vannak, de nem igazán tudunk róla. És eljutottunk egy kicsit a beszélgetésünk végére. Szó volt arról, hogy nagyon sok egyéb van még ezen kívül. Itt egy nagyon csöpp bemutatót tartok arról, hogy a kétharangos azonos tokú órák milyen változatosak lehetnek. Más a színe, más a számlapja, más a mutatója, más a felirata. A régebbiek, az 50-es évekből még kerekharangokkal működtek, a későbbiek már hosszúkás haranggal. Körülbelül, illetve a feliratnál még az is számít, ugyanolyan számlap, ugyan minden ugyanolyan, hogy van rajta felirat, vagy nincs rajta felirat. Tehát a különbözőség, itt éppen 30 darab óra van, de nyilván, hogyha végig gondoljuk a variációkat, akkor még legalább dupláját vagy háromszorosát lehetne itt kiállítani. Aztán itt bemutatnék 2 érdekességet. 2 reklámórának tekinthető, az egyik a DV feliratú, a Dunai Vasműnek a részére készülhetett, illetve ezt meg lehetett vásárolni a közforgalomban. A másik pedig OE,
óra és ékszerkereskedelmi vállalatot reklámozta ez az óra. Na most például tudom, hogy ebből is létezik piros számlappal, piros stokkal, és nyilván még más is, tehát van gyűjtőként még van feladat. És az utolsó két órát, amit megmutatnék, két fakeretes óra, azonos szerkezettel, de nem mindenben. Ugyanis ha megfordítjuk, akkor látjuk, hogy felhúzó szerkezet, felhúzóállító gomb, ébresztő szerkezet, felhúzó és ébresztőállító gomb. Ha másikat megnézzük, ezt a pilot feliratot, Made in Hungary, tehát szintén a MOM-nak a gyártmánya, akkor csak azt látjuk, hogy felhúzó szerkezet, felhúzó kulcs, illetve mutató állító kulcs hiányzik az ébresztő, tehát nincs benne ébresztő szerkezet. Amiről beszéltem, hogy ezek az igazán ritka momos vagy danúviás szerkezetek, az én gyűjteményemben itt van éppen, amiket láttunk, 4 darab. Most, hogyha azt veszük, ha csak szűken azt mondom, hogy 400 ilyen ébresztő órán van, akkor ez azt jelenti, hogy 1%-nyi, ami ébresztő szerkezet nélkül készült. Kraus Péter gondosan ápolja a kiállítását, 2-3 naponta betér, és szinte mindig hoz egy újabb darabot, illetve felhúzza azokat az órákat, amelyek csak így képesek működni. Ilyen egy igazán gondos gyűjtő.